Ötödik alkalommal csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági kara a Magyar Tudomány ünnepéhez. A mai rendezvényen tudományos előadásokat hallgathattak meg a diákok és a szakmabeliek. A Magyar Tudomány ünnepi konferenciát 2003 óta rendezik meg országszerte. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági kara idén ötödik alkalommal csatlakozott a tudományos kongresszushoz, ahol az alföldi agrárgazdaság elmúlt 120 évéről hallhattak előadásokat az érdeklődők. Az ülést Almási István polgármester nyitotta meg. A tradíciók és a népszokások összefonódásával alakulhatott ki egy olyan régió, amely fejlődésének nélkülözhetetlen alappillére a mezőgazdaság. Ezt tette indokoltá azt is, hogy a szakoktatás a térség egyik központi városában, Hódmezővásárhelyen kezdődjön meg. Örömmel tölt el, hogy városunkat ad otthont egy olyan színvonalas oktatást nyújtó intézménynek, amely az 1800-as évek végére visszanyúló hagyományokkal rendelkezik. A megnyitó után tudományos beszámolók sorozata ismertette az agrárium lehetőségeit. A jelenlévők előadást hallhattak, többek között a batáta magyarországi termesztési lehetőségeiről, a nyúlhús fogyasztásáról, de szó esett jogi témákról is. A célja az, hogy egyrészt bemutassuk a saját kutatásainkat, több kolléga ad elő, illetve mindig vannak meghívott előadóink. Ebben az évben vállalkozó és innovációban érdekelt partnereink közül válogattuk a plenáris előadókat, akik bemutatják kutatási, fejlesztési, illetve innovációs tevékenységüket és ebben elért eredményeiket. Az intézmény jövő évi tervei között szerepel a Wellman Oscar Nemzetközi Tudományos Konferencia megszervezése, amelyet hagyományosan az állattenyésztési napokkal párhuzamosan tartanak.